Az Olympus, az az... Sziasztok, Matilda vagyok, és a mai videó egy könyves tag videó lesz, ami már egyébként szerintem elég régen volt a csatornán, vagy csak én emlékszem úgy, hogy régen volt, de szerintem körülbelül februárban volt utoljára booktag a csatornán, úgyhogy most már teljesen aktuális, hogy legyen megint, és pont gondolkodtam, hogy milyen booktaget kellene csinálnom, ha már csinálok, mert az összes ilyen, amiket ismertem, már megcsináltam. És pont akkor nagyon jól jött, hogy Andi, az Andi kis könyves világa csatornáról visszatért és újra csinál videókat, és készített egy bookteget, ami azt a címet viseli, hogy könyvmojság tag, avagy meghatározó könyvek tag, és nekem ez megtetszett, úgyhogy én ezt most meg fogom csinálni. Igazából ez egy ilyen könyvmojság kialakulás tag, de mindjárt látni is fogjátok, úgyhogy nézzük is akkor a taget. Meg egyébként van ilyen kis virágkoszorúm, mert mai szórakozásom ez volt, és gondoltam, ha már vagy egy órán át ezt csináltam, ha nem több, akkor legyen valami haszna is, úgyhogy. Egyébként totál valahogy át lett állítva az a hülye állvány, és most már nem tudom visszacsinálni. Valami nem jó vele. Na mindegy. Első kérdés, melyik az első könyv, amit olvastál, amiről emléked van? Amúgy ezen gondolkodtam, mert két könyv van, és nem tudom, melyiket olvastam előbb, de az egyik nincs fölvívve majon, úgyhogy maradt a másik. Az pedig egy póniklubos könyv a póniklubos korszakomból, mégpedig a Kristálytáncok tele című könyv, és látom, hogy ferde teljesen a kép, és most zavar, de már nem fogom felvétel közben átállítani a kamerát. Na mindegy, szóval a Kristálytáncok tele. Ez egy ilyen 150 oldalas lovas kis történet, most hogyha valaki tudja a Póni Klubot, akkor az valószínűleg tudja, hogy kb. Miről beszélek. És az volt az első könyv, amit magamtól levettem a polcomról, és elkezdtem olvasni, és vagy két hónapba tellett, mire kiolvastam, de emlékszem az aktív olvasási élmény részére, kinolvastam a nappaliban a kanapén. Ez így megvan élesen, ez az emlékkép. De az még nem volt egy olyan könyv, ami így könyvmai eltett, mert utána olvastam még egy-két ilyen póniklubosat, de úgy különösebben, sőt nem is, utána nem olvastam többet. Azt elolvastam, és a második részét annak a sorozatnak már azt hiszem 10 oldal után abba hagytam. Nem voltam valami kitartó. Második kérdés, melyik az a könyv, ami után rohamos mennyiségben kezdtél el olvasni, tehát mikor lettél könyvmoly? Na most egyébként erről van egy külön videóm is a csatornán, még valamikor a csatorna indulásakor csináltam. Ez a könyv, ami engem könyvmolyát tett pedig a Villámtól vagy Rick Riordantól, a Percy Jackson és az Olimposziak sorozat első része. És ez volt az a könyv, amit először olvastam ki, úgyhogy rövid idő alatt, tehát ez két napomba tellett, ami egy 150 oldalas kis póniklubos könyvhöz képest, ami vagy két hónap volt, elég jó teljesítmény. És ez volt az a könyv, ami után rákattantam a Percy Jacksonokra. És ugye ez az egész sorozatot azt nagyon gyorsan elolvastam, utána pedig a folytatását is, az Olympus hőseit, amit meg ugye akkor már angolul vette. Azt már angolul olvastam, szóval ez így hirtelen a semmiből elkezdtem Rick Riordannak így a Percy Jacksonos könyveit olvasni nagy mennyiségben, meg ráadásul utána angolul is, mert még akkor nem volt lefordítva az utolsó... Mi? Nem, a... Milyen neve? Elveszett hős. Harmadik kérdés. Könyvek, amiket a könyvmolyáválásod után olvastál, szerettél, de nem feltétlen változtattak volna könyvmolyán magukba. De most, ahogy néztem olyan, hogy vannak fölvíve évszám szerint a könyveim, valahol ott a Percy Jacksonok és az Olympus hősei között még olvastam egyéb póniklubos könyveket is, mert akkor a könyves polcom úgy nézett ki, hogy volt vagy 100 póniklubos könyvem, plusz a Percy Jacksonok. És emlékszem, hogy olvastam a Teddybér sorozatnak az elejét akkor, illetve az Őrangyal sorozatnak az elejét. És igen, azok a könyvek nem feltétlenül tettek volna könyvmajjá, mert úgy elolvastam őket, csak különösebb nagy hatást nem váltottak ki. De úgy jó volt végre magamtól elolvasni azokat a könyveket, mert mikor kicsi voltam, akkor voltam póniklubos, és mindig anyáik olvasták fel. Szóval én soha nem olvastam nagyon a póniklubos könyveimet. Negyedik kérdés, a második könyvmolyság. Melyik könyv volt az, aminél másodszor érezted a kiugró könyvmoly életérzést? Na most először úgy rendesen az olvasási számom 2015
benugrott meg, mert akkor olvastam az Olimposz hőseinek a második felét, és azután olvastam többet, úgy konkrétan, ami nem csak Percy Jackson volt. Szóval 2015-ben volt az, hogy vettem John Green könyveket, és azokat kezdtem el olvasni. Aztán 2015-ben olvastam a Luxen sorozatot is, az Útvesztőt 2015 végén vettem meg, és akkor olvastam, illetve 2015-ben a nővérem hosszas könyörgése után végre életemben először, akkor nyáron, középiskola előtt elolvastam a Harry Pottert is. Mert ezt addig nem olvastam, és addig mindig a filmeken éltem, és ez a meglepődés, hogy jé, értem a Harry Potter sztoriát, mert a filmek alapján sose értettem úgy önmagában. Úgyhogy 2015 volt az áttörés az olvasási mennyiség szempontjából, mert akkor ezek a sorozatok, illetve írók azért kicsit meglendítették az olvasási számomat. Most az, hogy konkrétan melyik könyv volt, nem tudom megmondani. Így egyben az összes. Ötödik kérdés. Melyik az az általános iskolai kötelező olvasmány, amely nagy hatással volt rád? Lehet pozitív vagy negatív élmény egyaránt. Szerintem általánosban konkrétan egyetlen egy darab kötelezőt olvastam el. Elejétől végéig. Az pedig a Pál utcai fiúk volt. És abból annyira emlékszem, hogy nagyon nem akartam olvasni, nagyon szenvedtem, és apa minden egyes reggel így mondta, hogy na akkor most leülünk és elolvasunk egy fejezetet. Mert alapvetően ugye ez nem egy hosszú könyv, de én valami hihetetlen módon szenvedtem azzal a könyvvel. Akkor még tudom, hogy nem olvastam aktívan. Tehát körülbelül előtte olvastam így egy-két könyvet, ezeket a póniklubosokat, amiket mondtam. Szenvedés volt. Én nagyon nem szerettem. Aztán utána az Egri csillagok, igen, az volt ötödik, Egri csillagok van hatodikban, és a Köszívő ember fiai van hetedikben. Na, az Egri csillagoknak a felét bírtam elolvasni, és a Köszívő ember fiainak is. Pedig a Köszívő ember fiait előre olvastam. Nyáron elolvastam az első kötetet, mert két kötetben volt meg, de a második kötetet soha nem olvastam el. Hatodik, műfaji könyvmonság, vagyis olyan meghatározó könyvek, amik egy-egy műfajt szerettettek meg veled. Na hát most nem fogom újra fölvenni őket, hanem bánjátok. Szóval a Villámtolvaj az egyértelműen ráébresztett, hogy na hát, fantazi, én akkor innentől azt hiszem a fantazit szeretem. Játszodjon igazából bármilyen világban, de ez a modern világba belefűzött fantazi egyértelműen. Az Útvesztő volt az első disztopikus regény, amit olvastam, és az nagyon bejött, és utána olvastam ilyen Ötödik hullám, Éhezők viadala, meg nem tudom miket másokat. Valamikor az Útvesztő környékén olvastam az Eleventesteket is, illetve ami könyv így a romantikus fikció felé is elterelt, amit szintén nem olvastam előtte, azok a John Green könyvek voltak, a Papírvárosok és a Csillagainkban a hiba, és akkor utána olvastam több John Green-t, meg ilyen Mielőtt megismertelek, és egyéb ilyen tini románc könyveket. Ez itt az a szekció. Hetedik kérdés, egy olyan könyv, amit egy rejtélyhez kötsz, és rejtély is marad benned azóta is, lehet rejtély, hogy kitől kaptad, miért kaptad, vagy akár a könyv körüli rejtély. Na most... Én ilyen a könyveim terén egyébként vannak dolgok, amiknek nagyon jó a memóriám, és nem az iskola az, sajnos, de ilyen az összes könyvemet kb. Meg tudnám mondani, hogy mikor kaptam, kitől kaptam, hogy kaptam, ha így jobban belegondolnék, mert egyébként így tudom dolgokat, meg nagyon tudom kívülről az ilyeneket. Na mindegy. Szóval ilyen konkrét rejtély nincs, amit tudnék ide mondani. Úgyhogy kicsit viccesebbet találtam ki. Az egyetlen rejtély, ugye egy könyv körüli rejtély, akármilyen rejtély, na nekem a legnagyobb rejtély az orvosásaim között, hogy ezt a könyvet hogy engedhették kiadni. Mármint oké, csinálják meg, de akkor ne nevezzék 8. Harry Potternek, és J.K. Rowling ne engedélyezze már, hogy ez hivatalos legyen, mert ez nem, ez elfogadhatatlan, ez nem hivatalos, ez nem. Számomra az a könyv nem létezik. Ennyit tudtam így rejtély kapcsán idehozni. A 8. kérdést átugrom, mert az kiemelkedő egyetemi olvasmány is nálunk informatikus könyvtáros szakon. Informatikus könyvtáros, vagy mi az, könyvtáros rendszerezési módszereket tanulunk, azok nem ilyen sztorik, szóval az. Lehet, hogy valakiben nagyon megmarad a számítógépes nyelvezet, meg, vagy mit tudom én, a könyvtörténetek könyvekben nem
maradtak meg különösebben. Szóval ezt átugorjuk, és a 9. kérdés, könyvek, amiket korosztályodon kívül olvastál, de mégis iszonyatosan lekötnek. Hogyha valaki nézi a csatornát, ez nem lesz igazából ismeretlen, mert egy 10 éves, kb. 10 éves korosztálynak írodott könyv, amit én 16 évesen kezdtem el olvasni, az Így neveld a sárkányodat sorozat, és jelen pillanatban 19 és fél éves vagyok, és továbbra is imádom, és élvezem, és szeretem ezeket a könyveket, és szerintem izgalmasak, és eszméletlenül le tudnak kötni, úgyhogy ja, szeretem a 10 éveseknek írt könyveket. És egyébként körülbelül az Így neveld a sárkányodat, mondja, ez is ilyen middle grade, és a Percy Jackson is hivatalosan külföldön middle grade-nek van kategorizálva, és így az Így neveld a sárkányodat utára jöttem, hogy ezek a middle grade könyvek nekem jók. És nagyon remélem, hogy a mosógép nem hallatszik bele majd a felvételbe, mert nagyon szomorú leszek, ha igen. Szóval, ha belehallatszik, akkor bocsi. Csak nehéz összeegyeztetni, hogy legyen fény, legyen nyugi, én is valahogy kinézzek, és legyen kedvem videózni, úgyhogy... Na mindegy. 10. kérdés, a 3. könyvmojság. Ki az a szerző, akinek a művei nagy hatással voltak rád, de inkább a szerző lett a kiemelkedő élmény benned, és nem egy-egy kötet magában? Most nálam nyilván az egyik Rick Riordan, mert nekem Rick Riordan, oké, imádom a Percy Jackson könyveket, imádom az Olympus hőseit, de úgy unblock imádom Rick Riordannak bármelyik sorozatát, tehát én konkrétan, ami Rick Riordan, azt én megveszem. Ott nincs kérdés, amire rá van írva Rick Riordan neve, hogy ő írta, azt megveszem. Még a Csontlabirintusnak... Csontlabirint? Nem, a 39 kulcs az. A 39 kulcs sorozatban is azt hiszem két kötetet írt, abból egyet már olvastam. És hasonló a Percy Jacksonokhoz, szóval az is tetszett. Meg Rick Riordan talán az egyetlen író, akit úgy aktívan követek is. Tehát Instagramon, Twitteren, meg ilyen helyeken, és így tényleg rendesen követem. Nem csak úgy, hogy néha eszembe jut, hogy létezik ilyen író, hogy Rick Riordan, hanem tényleg őt tényleg követem. A másik író, akinek úgy érzem, hogy így hatása volt rám, és nem feltétlenül a könyvek terén, mert imádom és szeretem a Gyűrűkurát, de egyelőre inkább a filmek mellett döntök, hogyha arról van szó. Könyvekben kicsit más, szeretem a könyveket is, de még csak egyszer olvastam őket, és a Tolkiennek a könyvei olyanok, hogy magát a Gyűrűk ura világát, bármelyik könyvet, ami ahhoz kapcsolódik, én szívesen elolvasnám. Jelenleg olvastam ugye a Gyűrűk urát, a Silmarillokat, meg a Beren és Lúthient, és a Hobbitot. És van egy csomó ilyen középföldes sztoris könyv, amiket majd nagyon-nagyon-nagyon szeretnék beszerezni és elolvasni, de tehát, hogy itt is inkább ugye az ilyen, mondjuk az ilyen két faktorú, egyrészt, hogy Tolkien, másrészt, hogy Gyűrűk ura. És így ez a kettő egyszerre. Nem tudom, hogy ez mennyire tartozik ide, de számomra igazából Tolkien is ilyen szempontból meghatározó költő. Őt annyira nem tudom követni social médián, mert hát halott. Már nem ér egy ideje, úgyhogy ilyet nem tudok csinálni. De igen. És egyébként nemrég jött ki film, de nem tudom, mikor jött ki pontosan a film. Én nemrég láttam a filmet az életéről, ott a Hobbit megírása előtt, de az egy nagyon jó film volt, úgyhogy... Én ajánlom megnézésre azt itt hirtelen. 11. kérdés, nagy a füstje, kicsi a lángja, vagy fordítva egy könyv, amit nagyon szerettél, de mára megváltoztak az érzéseid. Kicsit lehet. Hát ezt félbe mondom, mert tudom, hogy a csatornán nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sok... Csináltam sok Harry Potteres videót, azoknak kb. A legnagyobb a nézettsége is. De nálam az elmúlt egy-két évben a Harry Potter fanság az nagyon megcsappant. Szóval ott, mikor először elolvastam a könyveket, akkor ezt imádom, szeretem, tehát a filmeket szerettem, de aztán elolvastam a könyveket, és ez egy ilyen billentés volt, hogy na tényleg szeretem a Harry Pottert. Aztán jött a Legendás állatok és megfigyelésük, az is még jó volt, szerettem, és de valahol ott a Cursed Child környékén egyszer volt egy J.K. Rowlingos ilyen botrány, hogy ott nagyon magyarázott bele dolgokat, hogy meg mint volt az eredeti Harry Potter sorozatban, amiről egyébként soha nem volt szó magukban a könyvekben, meg ilyenek, tehát ott volt egy ilyen köre J.K. Rowlingnak, és utána kijött a Grindelwald büntettei, jött a második Twitter magyarázós kör, és valahol a körül sajnos így a Harry Potter iránt érzett imádatom,
az egy kicsit megcsapant. Nem azt mondom, hogy nem szeretem a Harry Pottert, mert természetesen szeretem. Megvan a történetnek a varázslata, meg ilyenek, de hogy nem ez a vakon imádom és szeretem, hanem ilyen, hát igen, szeretem, de ja, kicsit megvannak most már vele szemben a fenntartásaim. De szeretem, szóval ez a lényeg, tehát hogy nem azt mondom, hogy rossz volt, csak az a Grindelwald büntettei az akkora egy szemét volt az én szememben, bocsánat, ha valakinek tetszett, de tényleg, tehát nekem az annyira a Harry Potter széria meggyalázása volt a hivatalos történet szempontjából, hogy azt el nem tudom inni. Van egy 40 perces rend videóm róla, úgyhogy ha valaki szeretné megnézni, megtalálja a csatornán. 12. utolsó előtti kérdés, ha jól tudom, igen. Melyek azok a könyvek, amelyek olvasási élményét egy-egy személyhez kötöd, és a személy miatt hagytak benned maradandó nyomot? Az egyik ilyen könyv az Álmok nyomában, azt talán tavaly áprilisban olvastam ki pont. Na, az a könyv külön nem hagyott bennem mély nyomot, az hagyott bennem mély nyomot, hogy egyik barátnőmtől kaptam kölcsön, mert hogy lovas, és ezt olvasd el, neked biztos tetszeni fog, de egyébként még nem olvasta akkor, csak hogy odaadta. Na és miután elmondtam a véleményemet arról a könyvről, azt mondta, hogy soha többé nem ad nekem kölcsönkönyvet. Pedig nem ő tehetett róla, meg nem is mondtam olyan rossz dolgokat. Nem mindegy, kicsit csalódott, hogy nem tetszett nekem a könyve. Pedig azt hitte, hogy tetszeni fog. Ez az egyik. A másik széria, ami az egy személynek így az emlékét kötöm félig meddig, az a Scott Pilgrim, mert ugye azt azután olvastam el, hogy láttam a filmet, és a filmet azért láttam, szóval a filmet egy bizonyos személy miatt néztem meg, de nem fogom ezt most simán jobban, na, nem fogom ezt most jobban részletezni. A lényeg, hogy a Scott Pilgrim is egy olyan sorozat, amit egy személy, külön személy miatt olvastam el. De most már talán annyira egyébként nem kötöm. De. Na mindegy, szóval az külön történet. Abba nem megyek bele. Utolsó kérdés, igen, 13. egy trend, ami miatt többet kezdtél olvasni, jó vagy pozitív emlék, lehet szó itt könyves bloggerek követéséről, nem tudok olvasni, booktuberek követéséről, vagy például szabadossági kihívása. Én igazából 2015 előtt, 2015-ben kezdtem el úgy többet olvasni, 2016-ban volt az, hogy sokat olvastam tényleg, mondjuk akkor ugye ilyen Narniák, azok rövidek, meg ilyesmiket is olvastam, meg az Így neved a sárkányot, és ezek azért rövidebb könyvek, szóval azért olvastam többet. De olvasási mennyiség szempontjából 2018-ban döntöttem rekordot, amikor elindítottam a BookTube csatornámat, és hát olvasási szempontból az mindenképpen nálam ilyen ösztönző dolog, hogy olvassak többet, hogy legyen mit gyártanom tartalmilag a csatornára. Tehát, hogyha nem olvasok, akkor nem tudok nagyon videókat se csinálni igazából, mert az egyik stabil videóm havonta ugye a havi összegzés. És egy idő után unalmas lenne a videózás, mert tök mindegy milyen témát találok ki, ugyanazokat a könyveket tudnám belemondani. Szóval ehhez így olvasni kell, szóval így a csatorna miatt benne van az, hogy olvasni. És ez látszik is, mert 2018-ban 72 könyvet olvastam ki, soha többé nem fogok szerintem az életben 72 könyvet kiolvasni egy év alatt. Mert a tavaly talán 60 valamennyi volt, talán. Idén nem lesz még annyi se, de így is bennem van az érez, hogy olvassak. Más ilyen egyéb dolog miatt annyira nem szoktam egyébként. Szóval bennem tényleg ez a YouTube-ozás az, ami tartja azt, hogy Matilda, olvassál már könyvet, mert kéne valami videót csinálnod, szóval ez az, ami engem így visz előre. Most én tudom, hogy Andi olyasmiről beszélt, hogy ugye a BookTube ajánlások, azok így formálták az olvasását, és nem feltétlenül olyan könyveket olvasott, amiket amúgy olvasott volna. Szerint én olyan könyvet nem olvasok el, amit nálam, ami ilyen, az ugye, hát most az ilyen recenziós könyvek, hogy azok ugye nem feltétlen olyanok, amiket magamtól elolvasnék, vagy nem feltétlen olyan témájúak. De igazából így elolvasgatom őket, mert miért? Ne, aztán legalább én is legalább olvasok így a
műfolyamon kívül, mert amúgy csak fantasy lenne a csatornán, az meg egy idő után azért unalmas lenne. De igazából attól sem olvasok többet, az az, ami egy kicsit így a műfajaimba beszokott kavarni, de amúgy nem minném, hogy ilyen negatív élményem szerintem ezzel kapcsolatban nincs. Maximum néha elcsodálkozok, hogy valakik olyan mennyiségeket tudnak olvasni egy hónap alatt, ha csak így pislogok, hogy azt, hogy... De mindegy. Külön nem fogok kihívni senkit, mert igazából úgy érzem, hogy ez egy olyan téma, tehát ez a hogyan lettél könyvmoly dolog, hogyha bárki úgy érzi, szeretné megválaszolni a kérdéseket, akkor hajrá, tegye meg! A kérdéseket beteszem a leírásba, illetve Andi videóját is be fogom linkelni. Hát igen, tömören, röviden, körülbelül ez az én könyvmolysági utam a legelső olvasott könyvemtől egészen mostanáig körülbelül. És az alább említett könyvek voltak meghatározóak így a számomra. És nagyon hosszú lett már megint ez a videó. De legalább a virágkoronám bírta. Mert egyébként pont mielőtt elkezdtem a felvételt, szétesett. De megoldottam. Köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, nyomjatok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal.